A fidesz KDMP fontosnak tartja, hogy megvédjük gyermekeinket a nem átalakító műtétek népszerűsítésétől. Éppen ezért tesszük fel a kérdést, hogy támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek. A Fidesz-KDNP válasza határozottan nem. Skóciában már a 11-18 év közötti gyerekek számára zajlik a transfesztitává válás népszerűsítése nyári táborokban, ráadásul az amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Németországban, Dániában, Svédországban, Ausztráliában, Japánban és Mexikóban már elindította világméretű kezdeményezését az LMBTQ lobby. Itt gyermekeknek tartanak felolvasást iskolákban, könyvtárakban és könyvesboltokban nőnek öltözött férfiak, a drag queen történetekről ezzel is népszerűsítve a neme váltást. Az érzékenyítés kezdi elérni célját. Sokkoló, de Svédországban 1500 százalékkal nőtt meg azoknak a 13-17 éves kislányoknak a száma, akik fiúnak érzik magukat. Naponta legalább egy kiskorú változtatja meg a nemi identitását Nagy-Britanniában. A nem átalakító műtétek és beavatkozások elismerése megjelent számos nyugati országban, köztük Spanyolországban, ahol 14 éves kortól szülői beleegyezés nélkül változtathatnak nemet a kiskorúak, de Skóciában is, ahol ugyanez már négy, ismétlem, négy éves kortól megengedett. A magyar baloldal is asszisztál ehhez, ugyanis a Momentum mozgalom LMBTQ plusz szakpolitikai javaslatai között az olvasható, hogy eltörölnék a nem változtatást korlátozó jogszabályt. Ennek az őrületnek megállt kell parancsolni, még mielőtt Magyarországon is olyan statisztikák lesznek, mint nyugaton. Állítsuk meg az LMBTQ lobby gyermekeink épségét veszélyeztető őrületét.